Mikházi. Bacsa is érkezik, mellette Okuka is. Bacsa beteszi Mikházinak, nincs les! Gól! A 34. percben megszerzi a vezetést a Diósgyőr. Bacsa választatott, hogy kiteszi Okukának, nem, inkább Mikházit futtatta, aki gyönyörűen egy visszapasszal Barcinak. Nagyszerű akció volt, reg befejezés. Lest reklamáltak a vendégek, de nem volt az. Barci pedig közelről nem hibázott. Ez a kulcsa a támadásnak, hogy Nikházi visszapörget. Megakadályozta a Diósgyőr támadását. Nikházi. Bacsa, ezzel be lehet fordulni. Egy jó cseh kéne. Bacsa! Bacsa! Gól! Na nézzük, itt van még egyszer. Ez jó passz. Bacsa átveszi. Egyszer, kétszer, és aztán... Hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt ő rúgta. Több játékos talán Muszkát lábáról perdült végül is be a hálóba. Mert Bacsa lendít. És aztán igen, szerintem ez Muszkát öngólja. Nikházi indítása, a gólpassza után még egy gólpasszat, ha úgy tetszik. Huszics szerelnek, Elek begyűjtheti. Elek áthámozza magát, két védő, jaj de szépen csinálta Elek. Murcia gól! Bevédi Murcia Elek beadását, lövését a 30-31. percben. Vezet a Diósgyőr. Legalábbis minket nem. Itt úgy tűnt, hogy tisztázni tudnak a máltaiak. Elek megszerzi, két ember között gyönyörűen megy el, és aztán éleszögből kapura, Murcia pedig bevédi. Labdaszerzés, jó bemutatkozás, Gosztonyi ki oldalra. Huszics középen kéri, Grumics, Huszics ellövi, gól! Murcia megint ebben is benne van, de a 61. percben 2-1 a Diósgyőrnek. Gosztonyi teszi ki oldalra, Huszics pedig éles szögből ellövi, és megpattan a labda Murcia lába mellett, így kerül be a kapuba. Gosztonyi, Elek. Nagyon szép passz Elektől, középen Barci, aj, mekkora gól! A 66. percben! Gyönyörű akció végén 3-1 a Diósgyőrnek! Remek a labda, Gosztonyi és Barci a háta mögött sarokkal. Hát ezt még egy darabig mutogatni fogjuk, az biztos. Bárhol, bármelyik pályán megirigyelnék ezt a mozdulatot. 3-1 a Diósgyőrnek, összesítésben már 5-2. Nikházi, lesz-e 4-1, Nikházi. Van érkező, mögötte Marjanovic. Marjanovic, és ez is bemegy! A 90. percben a rövidre kap gólt megint Murcia, és a harmadik csereember Marjanovic is betalál. 4-1 a Diósgyőrnek. Ezt nem fogja betenni a legjobb napjai közé. Itt van Marjanovic lövése. Barci, Nikházi és Marjanovic, a három csereember játszik össze. És nem tudnak hárítani a máltaiak. 4-1.
Batonyi pedig most átment a másik oldalra, és nagy labdát ad Bognárnak. Ó, meg tudná szelídíteni, de még a miénk. Okuka 11-es, így van! Remek volt a csela, hogy Okuka megtolta embere mellett, és hát itt nem lehetett más döntést hozni, mint befújni a teljesen jogos büntetőt. Gosztonyi a labda mögött, Viniciusszal szemben. Gól! Gosztonyi magabiztos ítélet végrehajtó, és a Diós Győr megszerzi a vezetést. Érezte a kapus az irányt, így még fájdalmasabb. Gosztonyi pedig eldöntötte, látszik, és kegyetlenül pontosan végre is hajtotta. Nincs meg tehát a DVTK szépítő gólja. Grumics a 16-ason belül, Bognár. Bognár át a hosszúra, a Bacsa kapásból, gól! Dehogy nincs meg az a szépítő találat a 49. percben. Bacsa Patrik! Grumics és Bognár hozza össze a két cserember. Bognár, hát ez egy zseniális meglátás. Bacsa pedig kapásból, nem telirűzzel, hanem belsővel gyönyörű gólt szerez. De ez, ahogy Bognár átteszi Bacsának, remek, és Bacsa nagyon szépen. Pici talán azért Szilicin is benne van ebben a találatban, de ne vegyük el Bacsától az érdemet, és Bognártól sem. Itt lehet látni, hogy fölnéz, és ebből a kamerálásból látjuk majd nagyon szépen Bacsa lövését. A rövidre.